Tavaly novemberben Máté Szalkán adták át az 55 millió forintból megújult földhivatal épületét. Ez a Vármegyei Kormányhivatal épületeinek energetikai korszerűsítését célzó program harmadik ütemének része volt hat másik épülettel együtt. A program még 2016-ban indult, azóta közel 40 épület vált korszerűbbé, több mint 2,3 milliárd forint ráfordítással. A kormányhivatalnak az elmúlt években mindösszesen 36 ingatlan a újult meg energetikai szempontból. Ez jelenti a nyírázárok cseréjét, a külső szigetelést, a napelemeknek a telepítését, és ezáltal nem csak, hogy úgy váltak ezek az ingatlanoknak a működtetése, hanem, hanem azt gondolom, hogy a környezetünket is sokkal nagyobb mértékben tudjuk óvni, kímélni ezeknek a beruházásoknak köszönhetően. Összeszámoltuk óriási számok jöttek ki, mind az energia megtakarítás tekintetében, természetesen mind pedig a káros kibocsátóanyag megtakarítás tekintetében. Az épületenergetikai fejlesztések a szabolcs már bereg vármegyei kormányhivatalnál elnevezésű projekt utolsó átadása csütörtökön délelőtt volt Nyíregyházán a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladék Gazdálkodási Főosztály épületénél. Ezzel együtt összesen 103 ingatlan energetikai korszerűsítése valósult meg a vármegye székhelyen az elmúlt években. Jászai mennyiért alpolgármester azt hangsúlyozta, az életminőség és a költségek szempontjából is fontos, hogy milyen állapotban vannak a közintézmények. Egy ilyen felújítás pedig annak is bizonyítéka, hogy minden adófizetői forintnak értelme van. Erről már Navracsics Tibor beszélt a rendezvényen. Minden állam, vagy legalábbis a demokratikus államok az adófizetők pénzéből működnek, és ebből adódóan nagyon fontos az, hogy az állam kifejezze azt a megbecsültséget és a, ezt az igényességet, amelyet az adófizetők pénze lehetővé tesz. Ebből adódóan az állami közigazgatási épületek a polgárok felé egyrészt azt mutatják, hogy jól bánunk a pénzzel, megbecsüljük magát az épületet is, és ezáltal megbecsüljük az adófizetők pénzét is. Különösen így van ez azokkal kapcsolatban, akiknek ez a munkahelyük, akik nem csak egy évben egyszer-kétszer járnak erre ügyüket intézni, hanem minden nap itt dolgoznak, hiszen a munkakörnyezet, a tárgyi Környezet, szépített környezet nagyon sok mindenben hozzá tud járulni ahhoz, hogy a hétköznapi élet is magasabb színvonalú legyen, az itt, az itt dolgozók jobban érezzék magukat, és megbecsültebbnek érezzék magukat. A kultúrát épület más üzenetet is hordoz, emelte ki beszédében a miniszter. Ugyanis, ha az állam odafigyel arra, hogy milyen épületei vannak, az az állampolgárok életében is útmutató lehet, hogy milyen hétköznapi életet éljenek. Tehát az állami beruházásoknak civilizációs küldetése is van.